Ezt a 30 éves laborcentrifugát cserélhette le a Szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztálya a jótékonysági vadászat által összegyűjtött adományból. Ezen kívül be tudtak szerezni egy technikailag fejlettebb EKG készüléket, amire már nagy szükség volt, és 4 különböző méretű ambuballont is. A Tolna megyében először megrendezett jótékonysági vadászattal több mint 1 millió forintot gyűjtöttek össze a kórház gyermekosztályának. Az összeg felhasználásába az osztály vezetését és a gyerekgyógyászati szakma vezetését vontuk be, és olyan műszereket és berendezéseket tudtunk ebből az osztályunkra vásárolni, amik gyakorlatilag napi szinten kézbe kerülnek a betegellátás során. A beszerzett eszközöket már tavasszal birtokba vehette a gyermekosztály, az ünnepélyes átadásra a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt viszont csak most került sor. A dolgozók elmondása szerint a jobb felszereltség megkönnyítette a munkájukat, és minőségileg javította a betegellátást. A vadászatot 2013 óta minden évben december 27-én rendezik meg. Tolna megye 2019-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A megye vadásztársadalmát innen is arra buzdítom, hogy kapcsolódjanak ehhez mind vadászként, mind vadásztársaságként, hisz ez a garanciája annak, hogy nagyobb összeg fog tudni a jövő évben, vagy évek múlva itt Tolna megyében lecsapódni. Országos szinten összesen 37 millió forintnyi adományt gyűjtöttek a jótékonysági vadászattal, amit 19 magyarországi kórház gyermekosztálya kapott meg.